Én remélem, hogy ez a kötet, a benne közölt interjúk és a interjú alanyok gondolatai, meg élményei, beszámolói, ezek jelentős részben kiegészítik és árnyalják. Semmiképp nem írják újra, nem írják át a filmtörténetet. Lehet, hogy néhány tartósan továbbélő tévedést azt korrigálnak, vagy pontosítanak bizonyos dolgokat. Általában az a filmtörténet írás, amelyik addig létezett, az ezekkel a szintű dolgokkal nem nagyon foglalkozott. De hát gondoljunk bele, hogy az első magyar filmtörténet, amelyik ezzel az igénnyel lépett fel, ez 1965-ben jelent meg Nemeskőti Istvánnak a Magyar Filmtörténete a Gondolatkiadónál. Tehát 4-5 évvel azelőtt, hogy én elkezdtem ugye ezt a tevékenységet. És az egy úttörő munka volt, de abszolút nem volt rá sem módja, se terjedelme, hogy ezekbe a fajta részletekbe belemenjen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy kiegészíti és árnyalja. Éreztem annak a szükségét, hogy megtudjak valamit ezeknek az embereknek a múltjából és a gondolkodásából, és adódott egy alkalom, hogy Jancsó Miklós megismertem még az Így jöttem című film után, és amikor az egyetemet elvégeztem, akkor kértem tőle egy lehetőséget, hogy dolgozhassam, mint harmadik asszisztens az akkor készülő Fényes Szelek című filmjében. És ez megtörtént, tehát egy hónapon át Veszprémben, Várpalota mellett dolgoztunk egy csapatban, és valahogy ez meg Miklósnak az a hihetetlen közvetlensége és nyitottsága, ez felbátorított, hogy kérjek tőle lehetőséget egy ilyen interjúra. És ez volt az első ilyen interjú, kétszer látogattuk meg őket a Rózsa utcai, akkor Rózsa Ferenc utcai lakásban, és vittünk egy bőrönnyi magnót, és hát ez volt az első ilyen interjú. És aztán, ahogy lenni szokott, ebből egy megszállottság lett, egy addikció. A 60-as évek vége, 70-es évek eleje az egy furcsa időszak volt, mert meghatározta az 1968. augusztusi csehszlovákiai bevonulás, ami szétzúzott minden illúziót, ami ahhoz fűződött, hogy a kommunista rendszer az megreformálható. Tehát ugye volt egy enyhüléses korszak, egy gulyás kommunizmus, tényleg egyfajta kulturális nyitás a 60-as években, és akkor erre jött egy ilyen hideg zuhany. Rengeteg emberben ettől illúziók omlottak össze. És ez a korszak a magyar filmnek úgy volt csúcskorszaka, hogy még a lendület vitte egy kicsit a csúcsra, és utána jött egy zuhanás. Tehát ugye ekkor készült mondjuk a Tanú című film, amit aztán betiltottak. Ugye ekkor készült az Agitátorok című Magyar Dezső film, amit betiltottak. Ekkor készült a Sirokko, amit megvágtak. És akkor utána pedig már nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan film készült. Ugye szinte egy korábbi lendület vitte a csúcsra Makkárolyt a szerelemmel, ami ennek a korszaknak a csúcsa. Tehát tulajdonképpen egy készülődő pangás időszakában csináltam én ezeket az interjúkat. Egyértelműen az volt a célom, hogy a művészileg jelentős filmrendezőket meg tudjam szólaltatni. Készült interjú ugye Jancsó Miklóssal, fontosnak tartottam, hogy a nehézségek ellenére készítsek interjút a két emigráns nagy magyar filmrendezővel, Szőcs Istvánnal és Radványi Gézával, ezek el is készültek. Interjú készült Máriási Félixszel, Ranódi Lászlóval, Fábri Zoltánnal, interjú készült Kovács Andrással, Bacsó Péterrel, akik nagyon fontosak voltak. És furcsa módon interjú készült egy disszidens magyar filmrendezővel 2 vagy 3 héttel azelőtt, hogy ahogy akkor mondták, disszidált volna, ugye Herskó Jánossal 1970-ben. Tehát ezek olyan rendezők voltak, akiket én igazán becsültem.
Ami nagyon fáj, hogy nem készítettem interjút Huszárik Zoltánnal, mert senki nem gondolta, hogy ilyen fiatalon meg fog halni. De ugyanakkor készült interjú Sára Sándorral, Kósa Ferenccel, Gál Istvánnal, Ember Judittal, és még sok-sok-sok rendezővel. Egy rendező volt, akit megkerestem, és aki nemet mondott, tehát nem volt hajlandó interjút adni nekem. Ez Keleti Márton volt. Elkottyintottam, hogy a filmkultúrának is dolgozom. Mire kiömlött belőle az, hogy a filmkultúrát ő hogy gyűlöli, mert az nem becsüli meg az ő filmjeit és minden, és hogy ő egy sikeres rendező, őt ez nem érdekli, ő ezt nem akarja csinálni, korai még várjunk. És néhány hónap múlva már halott volt. Ahogy csináltam az interjúkat, úgy kellett rájönnöm arra, hogy tulajdonképpen jobb lett volna, hogyha kevésbé jelentős, de kortörténetileg érdekes, vagy sok helyen szemtanú, sok helyen résztvevő rendezőkkel is csinálok interjút. Engem az illető nem érdekelt igazán, mert művészileg nem volt jelentős. Ma már vele is csinálnék interjút, mert biztos, hogy tudna mondani olyan dolgokat, amik hozzájárulnak a filmtörténeti tudásunkhoz. Nagyon fontosnak tartottam, hogy megszólaltassak filmgyári és államigazgatási vagy pártvonalon filmes vezetőket. Ez így utólag azért egy hihetetlenül szerencsés dolog, mert itt ők még birtokon belül voltak. Tehát itt még a kommunista rendszer közepén vagyunk, intakt volt a kommunista rendszer, illetve de senki nem érzékelte, hogy ez majd 18 év múlva össze fog dűlni. Két legismertebb név, ugye egyik Révai Dezső, aki a jelentős kultúrpolitikus Révai Józsefnek az öccse volt és filmgyárigazgató volt, és a másik pedig ugye Horváth Márton, aki szintén a párt kulturális vezetésében működött, és egy időben filmgyárigazgató is volt. De még több mást is megszólaltattam.